Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Start extrát látjátok, ahogy ezt általában péntekenként már megszokhattátok, bár múlt hét pénteken pont nem. Marcival köszöntelek benneteket. Hát az, ami volt extra, nem meglepetés volt, hogy nem értem ide. Sziasztok, el elhúzódott a Halloween party, mi? valami volt, igen. Na, tényleg. Szóval Restart extra péntek lévén a következő egy órában érdekességek, hírek és hát összefoglaljuk a dolgokat, amik a héten történtek. De hát természetesen kérdezhettek is, ahogy szoktatok is így tenni, mint Facebookon, facebook.com/fixhd, ugye ez a tének a központi oldala, de a falára várjuk például a kérdéseket. Aztán van Vendinek is egy oldala, ez pedig a www.facebook.com/vendifix. Marcit pedig a facebook.com/fixmarci címen éritek el, úgyhogy kövessétek, lájkoljátok, most már új like gomb van. Igen. Ezt olvastad? Olvastad, ez F betű van, és nem like gomb van, hanem a logó. Minden új. Már hogy a like is, a megosztás is, meg minden design elvileg megváltozott, de nagy kreativitás azért nem volt bennük. Nem változik igazából, csak kicserélődnek a színek elvileg. Ugye kicsit kevesebb szín lesz, illetve ami eddig fehér volt, az kék lesz, ami eddig kék volt, az fehér lesz, tehát inverzelődik gyakorlatilag. Már itt fönt látod is egyébként, ha fölmész ott, már ott látszik. Most ott fönt. Egy ilyen invertálás környéke lesz a dolog, úgyhogy nagyon menő. Lájkoljatok mindenképpen bennünket, a tévét pedig, hogyha el szeretnétek érni, akkor a facebook.com/fixhd címen várjuk a hozzászólásokat az üzenőfalunkon keresztül, mi ezeket folyamatosan a műsor folyamán olvassuk, és ha érdemben tudunk válaszolni az ott elhangzott kérdésekkel kapcsolatban, vagy kérdésekre, illetve az ott elhangzott témákkal kapcsolatban tudunk valamit reagálni, ezt meg fogjuk tenni. Úgyhogy írjatok mindenképpen. A műsor élő, ahogy ezt ott Marci feje mellett látjátok. Úgyhogy kivéve, ha most ismétlés van. Pontosan, ha ott nem ajátjátok ki, vagy élő, akkor ne telefonáljatok, illetve ne skypoljatok velünk. Egyébként viszont lehet a tv.fixhd-s címen éritek el a skype-unkat. Úgyhogy csörögjetek, jelöljetek bennünket először ismerősnek, partnernek, ha jóvá hagytuk, akkor csöröghettek nekünk, vagy pedig telefonszámon is lehet, ott a telefonszám pont kiírva itt alattunk, 44 51 3 49. Várjuk a hívásokat. Nagyon nagy szeretettel tesszük mindezt. Na, Facebookkal kapcsolatos változások, ugye a like gombról az előbb beszéltünk, van egy újdonság a Facebookon, illetve hát egész pontosan nem is a Facebookon, igen, és nem is feltétlenül a Facebookon van ez a változás, hanem már olyan helyekről is lehet a Facebook oldalon keresztül csetelni, hogy nem kell feltétlenül a Facebookra felmenni ehhez. Állítólagosan. Elég az IVIV-re. Igen. Fel sem kell lépnünk a Facebook oldalunkra, ha hirtelen meg szeretnénk valamit beszélni valamelyik ismerősünkkel, akár bármelyik oldalon szörfölgetve is lehet csetelni Facebookos ismerőseinkkel. Ehhez fel sem kell lépni a közösségi oldalra. Persze azért egy kis programocskára, illetve böngésző kiegészítőre szükség lesz. A böngésző kiegészítőt pedig úgy hívják, hogy Tavea, amit fel lehet tenni a Chromehoz, a Firefoxhoz, az Internet Explorerhoz, az Operahoz, illetve a Safarihoz is, tehát mindegyiken működik. Ha ezt feltelepítettétek, engedélyt kér természetesen a Facebooktól ennek a pluginnek vagy bővítménynek a használatára, ha ezt az engedélyt megadjuk a hozzáférésre, majd felköltöztetjük az ikont a felső eszközsorba, akkor már rögtön csetelhetünk is, nem kell az oldalon lennünk, hanem gyakorlatilag ez a plugin majd bejelentkezik az oldalra helyettünk, és ezen keresztül működik a csetelés. Nem tudom. Furcsa a neve. Tavea. Mindenre következtetnék belőle, csak arra nem, hogy Facebook csetelés. Előbb egy kém programra, vagy valami ilyen adott halász szoftverre. Nem, hiszem, hogy az lenne. Nem az, csak a nevéből. Az oldal írói azok gyakorlatilag már... Ja, hogy beleint bármilyen oldalon vagyunk, ugyanaz a kis setablak előtt tűnik, mint ami egyébként a Facebookban, tehát ez a gyakorlati része. A gyakorlati része az, hogy ugyanúgy fel fog ugrani a jobb alsó sarokban az a setablak, mintha a Facebook oldalon lenne, bármelyik oldalon. Ez a lényege, pontosan így van. Volt már egyébként hasonló alkalmazás Facebook Messenger, amit külön lehetett tölteni, és akkor így csak az üzenetekkel foglalkozott. Én annak idején letöltöttem, de nem nyerte meg annyira tetszésemet, nem tudom.
Csatálni egyébként is, egyébként csatálni már szoktam Facebookon. Uh-huh. Inkább üzenetet váltok, nem csatálok. Úgyhogy... Ugye a telefonon van az, hogy felteszed a Facebook alkalmazást, mondjuk Androidos telón. Soha többé nem lehetsz offline. De az kikapcsolható, hogy most online legyen vagy nem. Viszont ugye az vagy rögtön, amikor be akarsz menni az üzenetek közé, akkor te tegyed fel azonnal a Facebook Messenger. Igen. Tehát, hogy így nem értem, hogy miért akarja egy program, egy alkalmazás, hogy én tegyek fel egy másikat. Hát, tehát tegye föl, ha annyira akarja magától, tehát miért én gondoskodjak erről. Meg egyébként, ha azt mondom, hogy nem, de meg akarom nézni az üzeneteimet, attól még ugyanúgy látom. Tehát, jó, hogy minek kéne, akkor ez egy külön program. Hát, mert az kényelmesebb, meg stb. Meg azzal jönnek azok a kis húzogatható bígyók. Igen, a chatfejes megoldás. Chathenz, igen, ami egyébként tök jó, mert akkor... Én úgy kikapcsoltam, mint a Sheets, nekem annyira nem tetszik, hogy jó, összedobálja ilyen kis buborékokkal az egész képernyőt. Bár hát ízlések és pofonok. Nekem lassított a telefonat, jó, de nekem egy gagyi telefonom van, úgyhogy lehet, hogy azért van ez így. Az újabb telókon valószínűleg azért nem lassítják ezek a chatfejek a telefon. Hát ő lassan írta, és azért lassult. Nem, hát erőforrás igényes kicsi, de hát lassan az összes alkalmazás, maga a Facebook alkalmazás is elég lassúcska. Na, milyen híreid vannak, Marci? Hát nem hírek, hanem van egy ilyen Facebook oldal, ami vissza a 90-es években valamilyen címet retro? Volt. Retro? Hát ez divat. Igen, de múltkor, és akkor olyan retro dolgokat, mint tudom, múltkor kiposztolták a Bloodhound Gangnek a The Bad Touch című videoklipjét, ami szerintem az, igen, amire akkor voltam először, amikor itt voltak a Sziget Fesztiválon, akkor még mit tudom, ilyen Málna Szörp Sziget, vagy hogy hívták, nem? Valami üdítőnél. Popsi-sziget, az, valami ilyesmi. Csak akkor kint is voltam. És na mindegy, ezen felbúzulva ma megjelent, meg kitettek egy cikket, ami arról szólt, hogy 15 weboldal a 90-es évekből. Ez egy angol cikk volt, és én megnéztem, már túlzottan sok weboldalt közt, nem ismertem föl, az Alta Vista volt az egyetlen, ami az Alta Vizsla rögtön ugye a magyar klónja, szintén na, eszembe jutott. Na én azt sosem használtam egyébként, az Alta Vistát igen, mint keresem. Az Alta Vistát én is igen, és ezen kapcsolatban én is kírtam az oldalamra, hogy kinek milyen program van az, amit régen használt, és esetleg a mai napig is mondjuk használ. Nekem egy ilyen van. Ugye a Winamp, amit gyakorlatilag amit elkezdtem az NPR-mat hallgatni, azóta azt Winampnek az adott verziában hallgatom, de még most is ugye a legfrissebb verzióban, hogy visszaállítva, gyakorlatilag arra a classic skinre, igen. Mert az a legjobb szerintem. De ez tökéletesen jó erre a célra, és valahogy úgy megszoktam meg az izéjét, stb. Jó, miért te mit használsz? Mutasd meg a Winampet a nézőknek. Nézd, látjuk a gépedet? Elindítottam a történetet. Mert akkor így csak, hogy retrózzunk már akkor egy kicsit. Aki még nem ismerni a Winampet, szerintem a nagyon fiatalok még lehet, hogy azt se tudják, igen, mi az, nem? De. Tehát ajtós meg ilyenek, azt már tudják. De az, hogy... Az, hogy volt valami méret is benne, ugye? Hogy nézet, opciók... Valami volt, hogy de csak a izét lehet felnagyítani, a playlistet nem. Ha nem emlékszem, mindegy, így is megmutathatjuk. Gyakorlatilag igen, ez a... És ott van, hány zeneszám? Úristen! Ezek nem zeneszámok, ezek mixek, kérlek szépen, és 983, atya, igen, úristen. Így van. DJ Marci. Nem, hát a DJ-k a mixet csinálják, így van. Na! Igen. Hát? Ja, igen, a hát magas azt cincog, mint az állat. Meg a mély, az meg az is fullod, jó van? Hát... Sajnálom a mély nyomódat otthon, Marci. A szomszédok is mindig ezt mondják. Na, de várjál, van még ilyen, amit írtak, ugye most a DOS, hát ez egy operációs rendszer volt, én is az a DOS meg Windows 3.1, de a Norton Commander volt még egy nagyon népszerű ikonikon. Hát most gyerekek, hát Total Commander, ugye? Tehát azt használjuk gyakorlatilag. Én nekem ez maradt, tehát én nem tudok a Windowsban másolni anélkül. De egy pillanatra azért én azért megmutatnám ezt a képet. Mutassuk! Júj, de jó, tényleg! Kicsit bele zoomolok. Deja vu, nem, gyerekek? Ne, hoppá! Ctrl plusz, Ctrl minusz. Igen, és akkor és a B meghajtó még ugye, mint a nagy floppy, bár nem ilyen, és a többi. És hát itt tipikusan ez a történet, most, hogy láttam, ezek nagyon durván. Azért látom, itt is Sound 1, Sound 2 könyvtár, bár ez nem a tiéd, de mi. Nem az enyém, de rád, de sikerült érzésre vele választani ebbe is. Úgyhogy voltak ilyen dolgok, és az az igazság, hogy így akik írták, például a Norton Commandert Attila írta, aztán Dávid írta a Winampet, illetve a másik, amivel elkezdtem emlékszem, amikor az első betárcsázós internet kapcsolatom létrejött, akkor még a Netscape Navigátor nevezetű szoftvert használtuk. Hát ki ne ismerné. Hát gyakorlatilag mondhatni, hogy a Netscape Navigátor egyébként a Firefoxnak az elődje.
Mert hogy ugye igen. az Mozilla, tehát ez Mozilla cégnek a terméke volt mondjuk így, ugye az Internet Explorer és a Netscape, de a Netscape volt igazából az első, és utána jött az Internet Explorer, a Microsoft is ugye megpróbálkozott egy böngészőt készíteni, több kevesebb sikerrel, ugyebár, de tényleg a Netscape, az sokan, igazán 4.0-as változatig ment, azt hiszem. Igen, nem is tudom. Volt ötös, de az már sajnos ilyen túl multimédi, akkori multimédiázott, ilyen elcsicsásodott, meg gépigényelett egy böngészőnek, ami ugye azért annyira nem volt hasznos. Aztán játékok közül is van egy-kettő, amit bedobtatok, és ezekkel még én is játszottam, az Earthworm Jim, vagy a Doom, vagy a Dungeon Keeper, vagy a Wolfenstein 3D, amíg így hírt, ugye a Duke Nukem 3D. Az nekem pályatervezőm is volt, és rajzolgattam pályát. Nem abban volt, megcsinálva egy régi stúdió, az vagy az a Duke Nukem volt, de Wolfenstein valamelyik. Wolfenstein, mert a Duke Nukemhez is volt egyébként ilyen pályatervezőm, és lehetett csinálni pályákat, és akkor azokat lehetett bejárni. Ugye a Duke Nukem az azért volt jó, mert azt hálózatban is lehetett játszani. Tehát ott már ténylegesen tudtál multiplayerezni, nem csak hogy egyébként lokál hálózaton, hanem még interneten keresztül is, ha mondjuk felhívtad egy ismerősödet és összecsörögtetek modemmel, mi még egy nagyon sokszor haverokkal játszottunk ilyet, hogy nem is interneteztünk, hanem egymást hívtuk föl, összecsörgött a két modem, és akkor játszottunk multiplayerbe. Én azt a StarCraft-tal csináltam, hogy összecsörgött a két módem, és ugye akkoriban voltak ilyen kedvezmények, hogy 150 forint, meg nem tudom, stb. Itt egy kép a Duke Nukem 3D-ről, csak hogy milyen gyönyörű szépen, na, milyen hatalmas grafikai megoldások voltak annak idején. Egyébként ez egész jó tényleg. Egész jó. Hát ugye várjuk a Duke Nukem új verzióját. De azt 10 éve várjuk. De most van valami, tehát teaserek már vannak fönn, vagyis ilyen játék, game trailerek vannak már fönn a YouTube-on. Most már lesz, és általában brutális lesz. De azt tényleg 10 éve várjuk. Több mint 10. Több mint 10. Ez 96. De nem úgy, amikor bejelentették a Duke Nukem Forever nevű kódnevezet viselő játékot. Azt a 3D megjelenés után egy évvel jelentették be. Azt hiszem az ilyen 98 óta, tehát 15 éve az, Marci. Már inkább. Hát öregszünk, gyerekek. Ugye, mint lassan, majd nem olyan, mint a nyugdíjba menjünk, lehet, hogy megkapjuk a Duke Nukem Forever. Mi az a... megyünk nyugdíjba, ugye. Jó. Na hát retro, abszolút. Retro, hogyha szeretnétek is valami esélyt megosztani, Facebook falaink rendelkezésre állnak. Így van, a Marcinak írni is tudtok. A Facebook falára nekem csak lehet posztolni hozzám, hogyha valami én posztolok, akkor ahhoz lehet kommentelni, de a fix Facebook oldalára is lehet ilyeneket írni. Visszakanyarodva egy picit a Norton Commanderre, én annak is az alternatív változatát használtam, amiben mindenki volt gyomlálva, plusz funkciók voltak benne, ugye a Volkov Commander az orosz átirat gyakorlatilag. Ami, aki Linuxban járatos kicsit, az ismerheti a Midnight Commander nevezetű szoftvert, ami textüzemmódban, ugye a Windows vagy a Linux rendszeresen megkapja azt mind a mai napig, hogy hard, de hogy textmódban, ugye parancsorból kell vezérelgetni operációs rendszer, már rég nem itt tartunk, tehát van 1000 éve grafikus felület a Linuxnak, régebben is volt, csak valahogy ugye gépigényes volt kicsit, most már nem annyira gépigényes, bár hogyha valaki ott is olyan feature-ökkel látja el, amikhez azért egy erőmű kell, akkor azért ott is lehet aztán érdekes dolgokat produkálni, de mindegy, visszakanyarodva, a textüzemmódban működő Midnight Commander az gyakorlatilag ugye a Linuxos változata a Norton Commandernek. Ezt úgy kijavíthatnám már a Facebook, hogy amikor ráérök a saját felhasználom mind az oldalamra, akkor az oldalként... Azt a beállításoknál be tud állítani. Az oldal beállítása. Jó, mindes az a Robert, amit kiírtál a falamról, hogy Marci, ez most átfelés, de a link ez nekem 404-es hibát dob, úgyhogy nézd meg újra, és akkor meg tudom mondani, hogy mi az, mert ez így ebben a formában eddig átverés, 404 error. De gondolom nem ezt szeretted volna megosztani. Úgyhogy, jó, Jason Mill írt nekünk, hogy sziasztok, egy retro játék, az észkerék. Nem tudom, hogy azt így, hogy ne ismertük volna az észkereket, ugye szintén doszalat futó játék volt, és ugye itt van róla egy videó. Mutatjuk a videót? Itt például tudunk egy picit játszani ezzel, szerintem ezt annak idején emlékezett. Úristen, a számtakórákon emlékszem. Ugye? És akkor jönnek a kérdések. Első játékos neve, ja igen, tehát itt meg kellett adni gyakorlatilag, itt most beletekernék, hogy is működik maga a játék, és akkor gyakorlatilag, mint annak, hogy mondta, szerencsekerék, ki kellett találni ugyebár. PC speakernél prrrru, prrrru, de hangokat adtak hozzá, igen. Így néz ki az észkerék. Át.
Ugye, hogy régen is voltak milyen jó játékok? Nem kellett itt hozzá ez még ugye... Ez DOS-ból. De és az állásul, hogy hívják azt ilyen, nem jut eszembe a szó, mert elmutultam. Na, szóval ez ilyen később, hogy tudásfejlesztő játék. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Jason. Úgyhogy Jason Mill, igen, ő írta nekünk. Oké. Aztán Istvánnak van itt egy kérdése. Sziasztok, nem tudjátok, mi van a Facebookkal? Mert az oldalatokat is 20 perc után hozta be. Most meg azt írja ki, sajnos az oldal nem töltődött be megfelelően. Kérdés, próbálkozz újra, mit csináljak? Semmit, várjál türelmesen. Gond van a Facebook oldal kezelésével, már többen megosztották itt a falon is látom, úgyhogy türelem, Facebookot terem, meg tiszta, mi az? Tornaterem. Tornaterem, tiszta tornaterem, a mindennapos testnevelés egyében. Igen, szokott ilyeneket csinálni, én nekem is. Sőt, amikor bejelentkezek, nekem a bejelentkezés szokott iszonyú lassú lenni, meg néha nem sikerül. Tehát kiírja, hogy sajnos ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Mit? A bejelentkezést? Majd ráfrissítek, már bejelentkezett, tehát hogy vannak ilyen... Lajosnál is a Winamp-a nyerő. Így van, a Lajosnál is látjuk, hogy a Winamp a futó alkalmazás zenehallgatásra, úgyhogy... Ó, látom, valakinek sikerült a playlistembe bekukkantania. Igen. Hát igen, ez van. Na jó, én az Internet Explorer-nől beszélnék egy kicsit, ha már az előbb a böngészőkről beszéltünk. Kicsit visszajövünk az visszajövőbe. 2013-ba, ahol is az Internet Explorer 11-esről essen egy szó, méghozzá, hát azért egy szó, mert lehet, hogy több nem is lesz. Legalábbis nem Internet Explorernek fogják hívni az Internet Explorert, vagy én nem tudom mi a helyzet, minden esetre itt a végső Internet Explorer 11-es a Windows 7-re, már korábban is letölthető volt a Windows 7-re megújult Microsoft böngésző előzetes verziója, most viszont itt az igazi, tehát a végleges belőle. Arról, hogy már ugye november vagy szeptember környékén már mi is beszámoltunk, hogy letölthető a Windows 7-esek számára is az Internet Explorer 11-es verziója, amely átesett ugye egy komplett ráncfelvarráson. Most viszont a Microsoft bejelentette, hogy megérkezett a végleges változat Windows 7-re, amely mindenben egyezik azzal a böngészővel, amit a 8.1-es Windows tartalmaz. Az új teljesítményében és biztonságában egyaránt javított változatokat bárki letöltheti, azonban ha valaki a felhasználók azon 90%-ába tartozna, akik engedélyezték, hogy a Windows kérdés nélkül frissítsen, annak nem kell semmit tennie, hiszen beépül az Internet Explorer 11-es a rendszerbe. És akkor itt azt frissítettem, mert nekem otthon kikapcsoltam, mielőtt jöttem. Aha! Igen, és itt érezném meg, hogy állítólag nem lesz több Internet Explorer, vagyis hát legalábbis nem ezen a néven lesz, tehát olyan Internet Explorer 12 az valószínűleg már nem lesz ebben a formában. Akkor mi lesz? Nem tudom, szerintem csak átnevezik valami másra. Nem, igen. Ha minden igaz, persze annyi ilyen hírt hallottunk már, majd kiderül. Jó. Különleges rejtvény van ma a Google főoldalán. Nem tudom, valamilyen. Hát most megfejtem. Mit lát, ha erre a képre néz? Gyilkos nyulak. Ja, bocsánat, azt mondta, az. Rosák-teszttel ünnepeljük a... ugye a 129. évfordulóját Rosaknak, gyakorlatilag egy pszichiáter volt, és az 1920-as években, és ő fejlesztette ki annak idején a tintafoltos tesztet, az ő 129. születésének 129. évfordulójára vezette be a Google a tintafoltos doodle-t. A szokásos Google logó helyén ma nem egyetlen másik található, hanem többféle. Tehát mindig más jön be. A tintafolt ugyanis folyamatosan változik a kereső oldalán, a teszt alatti feliratokra kattintva ezeket meg lehet osztani természetesen a közösségi oldalakon. A pszichiáterről informatika, de azért essen. 1914-től egy svájci klinikán dolgozott, és 21-ben írta meg a Pszichó Diagnosztik című könyvét, amely már tartalmazza ezt a tintapacás teszttel végzett vizsgálatot. Rosák 300 betegen próbálta ki a tesztet, több száz tintapaca mintával is próbálkozott, míg végül 10-et választott ki közülük, mint diagnosztikai szempontból legértekesebbet, bár egy évvel később meghalt, Rosák neve örökre befonódott az általa kitalált tesztekhez. A nevét, onnan kapta. Rosák teszt, ez a lényeg. Na, ennyi a lényeg. Közben jött még egy
majd mindjárt, amikor Krisztián visszajön, akkor ezt is megnézzük. Windows 3.1-es telepítő, majd én megmutatom. Windows 3.1-es telepítő, így van. Ezt le kell hozzá. Ugye 10 darab kis flopim volt, azt hiszem, vagy még többen is elérhető az a... Az még nem operációs rendszer, hanem ugye segélyprogram. Tedd már ki teljes képernyő, hogy azt higgyék a kedves nézők, hogy mi 3.11-es Windows telepítünk éppen. Igen. Nos, a legújabb Windows, megkaptuk a Microsofttól az első példányt, és nézd, mit telepít? A Solitaire Exe-t. Hát, a passziánzt, úgyhogy már a 14. századéknál fönn kellett lennie. Emlékszem, hogy ezeknél a Windows telepítéseknél, meg az ilyen, amikor az ember itt ORJ-zett ki valami nagyobb máshoz valamit. ORJ, úr, és hova tűnt? Mert van. És akkor, amikor a 8. levezni, azt mondta, hogy nem tudja olvasni, mert ugye azért voltak ilyen helyi legendák, ami velem sose történt meg, csak de mással igen, hogy ne vidd villamoson a floppy lemet, mert bemágnesezi. Metrón, nem vagy, nem. Vagy valami. Igen, na ebből lett, tehát volt itt minden. Alufóliába kellett tenni, tudod, hogy ne érjen az semmilyen hatás. Hát figyelj, az a legjobb hálózati védelem a wifi router, hogy betegyed fóliával, és akkor nincs jár. Valóban így van. Próbáltak ki a mobilotokat be alufóliázzátok. Persze így az alját. És akkor elmegy a térerő, meg minden. Na, van egy telefonunk, ugye? Jól hallottam én. Halló, halló! Halló, szia! Halló, halló! Szevasz, halló! Adásban vagyok? Adásban! Oké. Sziasztok, István vagyok. Halló! Nekem egy olyan gondom lenne, hogy itt a Facebookkal kapcsolatban kapok én ilyen vicces dolgokat, ilyen videók, meg mit tudom én. De nem tudom megnézni. Tehát mindig azt mondja, hogy ez a lap nem jeleníthető meg. Uh-huh. De ezt üzenetben kapod? Tessék? Üzenetben kapod ezeket, vagy hol kapod? Hát ott, ahol a üzenőfalban, igen. Ja, üzenőfalon. Aha. Igen. Hát figyelj, de bocsánat, nem ismerőstől kapod ezeket véletlenül cseten? Valakitől? Nem, mert kapok én több helyről. Hát figyelj, hát ha nem jeleníthető meg, akkor most vagy egy olyan linkről beszélünk, ami időközben letörölték. Általában ez szokott a jellemző lenni egyébként. Vagy egyszerűen valamiért nem töltődnek be nálad ezek az oldalak, de hogy miért, azt nem tudom. Tehát, hogy így látatlanban ez elég nehéz, de hát külön nyisd meg böngészőben, esetleg egy új ablakban, hogy olyankor mi történik. Úgy próbáltam, és azt írja, hogy ez a lap nem létezik. Hát akkor valószínűleg letörölték azóta. De nem, mert több ilyen lap van, de egyiket sem tudom megnyitni. Tehát azt írja nekem itt, hogy csatlakozási problémák kijavítása, ugye ezt írja nekem, utána itt elkezdem, hogy ellenőrizze helyes a internetes cím, ugye, meg minden. Igen. És akkor ez a internetes cím, ez a http://OWLY. Ennyi? Igen. Kevés. Tehát na ez a baj, akkor rosszul van belinkelve gyakorlatilag az oldal, mert ilyen weboldal hosszú nincsen. Utána van még. Uh-huh. Jó. Utána van még, és akkor most itt azt mondja, hogy a számítógép vagy erőforrás nem fogadja a kapcsolatot. Uh-huh. Azt mondja, hogy észlelve, és utána további beállítások, tanulózás, vagy hiba bezárás. Értem. Ennyi. Mondom, ez szimplán annyi, hogy nem létezik ez a cím, tehát hibás linkeket közöltek veled, vagy hát amit ott mutatna, vagy kaptál ilyen linkeket, azok nem léteznek. Ez ennyi, tehát ha nem tudja megnyitni a weboldalt, akkor az általában azt jelenti, hogy nem elérhető a weboldal. De az is lehet, hogy csak átmeneti probléma, tehát lehet, hogy holnap már megnyitható. No, érted? Tehát ez attól is függ, hogy most szerver probléma van, vagy hibás a cím. Tehát... No, én többet is próbáltam megnyitni. Na, itt van egy ilyen Mákos Tésza nevezető oldal, ilyet kaptam. Igen. És akkor azt mondja, egy ilyen videó, nekem azt írja, hogy http://ovly.qtlyi. Ez egy komplex dolog. És azt mondja, keresse az igazit, Mozilla, Firefox, és akkor http://OWLY/QLAY, és azt írja, hogy nem tudja megírni. Akár mit csinálok, de akár mit nézek, semmiért nem tudok. Aha. Hát még az lehet esetlegesen, mert hogyha azt mondod, hogy valami Mákos Tészta oldal, ami létezik egyébként ilyen oldal, és, de vagy más oldalaknál is, hogyha azt kéne megnézni, hogy az a link, amire ez mutat, az micsoda? Igen. Mert ez az OV, nem tudom micsoda, most mindegyik oda mutatna? Tehát ez ki van zárva. Igen. Nem lehet, hogy valami böngésző kiegészítő fönn van neked téve, és ami valamiért nem működik? Ilyen, nem tudom, ilyen link követő valamilyen alkalmazás? Nincs. Aha. Hát pedig valami ott nem stimmel. Következőt mondom, és akkor ez a legegyszerűbb. Tegye fel egy Chrome-ot a gépre,
Chrome.com vagy Google.com per Chrome oldalról le tudod szedni, ugye ez egy másik böngésző, és nézd meg abba. Mert ha egy böngészőbe épített pluginnak a hibája miatt van ez, ha jól hallottam, akkor Firefoxot használsz, akkor a Chrome-ba ez a hiba nem fog jelentkezni. Érted? Tehát próbáld ki Chrome-mal, hogyha fölteszed egy friss Chrome-ot, hogy ott is ugyanez van-e. Ha ott is ugyanez van, akkor valószínűleg a linkkel van valami probléma. Ha ott viszont működik, hát akkor meg valami megszennyezte a Firefox-odat, akkor meg azt legyél kedves letörölni, újra föltenni, és akkor utána szerintem... Értlek, de én most már föltettem az Internet Explorer-t is. Ott ugyanaz van. Uh-huh. Internet Explorer ugyanaz van. Most jó, figyelj, még ami lehet, és ez a valószínű, és lehet, a Chrome-nál is ez lesz, bár ha frissen telepíted, akkor lehet, hogy nem, hogy valamilyen toolbar, valami programot telepítettem, hogy föltett egy toolbart, és az a toolbar hivatkozik állandóan nincs. Valami más oldalra, és nincs bármit toolbar. Beírsz, azon keresztül akarná meghívni. Nincs. Én értem, nincs, csak egy program... Mákos tészta, akár mit csinálok, egyiket se tudom megnyitni, pedig... Figyelj, nem tudom István, az a baj, hogy látatlanba... Addig a mákos tészta finom. Értem. Látatlanba én ezeket tudom ilyen diagnosztika, akkor meg ilyeneket írkált, hogy nem tudja megnyitni, mert a távoli gép miatt, meg mit tudom én ilyen dolgok miatt, vagy nem tudom. Meg valami másik dolgot is írt, hát most így fejből nem tudom. Hát mert akkor kellett volna telefonálni. Az a baj, hogy mondom, így látatlanban nem tudhatom, hogy mi van ott azon a gépen, de egy biztos, tehát hogyha valamiért nem nyílik meg egy cím, hát sok, annak sok oka van, vagy nincs internet kapcsolat, gondolom van, mert akkor a Facebook van, sem működne. Vagy valami hibás link van megadva, tehát hogy ugyan elküldték neked, de hibás, nem létező cím, vagy valamilyen kiegészítő a böngészőhöz vezérel téged át állandóan vagy másik oldalra, ami esetleg szintén nem létezik. És ez okozhatja ezt, hogy minden már ugyanazon az oldalon. Levettem a víruskeresőt, már levettem a tűzfalat. Nem biztos, hogy vírus, tehát lehet mondom egyszerűen valamilyen kiegészítő, ami állandóan oda akar navigálni téged. Toolbárok tesznek föl ilyesmit esetleg. Nem, toolbárom, semmi ilyesmit nem használom. Na jó, csak például, hogy programot, ha fölteszel, figyelni kell, mert néha tesz föl magam mellé toolbárokat, ami ugye lehet, hogy nem látszik, de azért a háttérben ott a böngészőbe ott alkot, tehát... Értem. Mert sajnálom, hogy nem, abszolút nem tudom, de van egy csomó, itt nem próbálgatom megindítani, de semmi, az égvilágon semmi. Nem tudom, mondom, az a baj, hogy nem látunk rá így a gépedre, tehát így elég nehéz. Ja, értlek. De valami ilyesmi lesz. Mondom, valami próbálj ki egy Chrome-ot. Valami is írt egyszer, de hát nem tudom, hogy az a mi lehet. Próbálj ki egy Chrome-ot, és nézd meg, hogy abban mi lesz, ha így frissen telepítesz egy Chrome-ot mindenféle. Jó, egy Chrome-ot, és akkor megnézem. Jó, oké. Okay. Függetlenül, de ezek maradhatnak fent, ugye? Ezek persze, maradhat, csak gyakorlatilag, ha kiderül, hogy mégis valami ilyen jellegű probléma van, hát akkor viszont újra kéne húzni a Firefoxot is. Az is megoldás lehet. Illetve a bővítményeknél nézzék körül, hogy biztos, hogy nincs valami bekapcsolva. A böngészőnek a bővítményei között. De van ilyen is, hogy ilyen teveitató, ilyeneket, azt sem tudom megnyitni, ugyanezzel a... Mondom, ha minden oldalnál ezt csinálja, akkor az valamilyen linkkövető történet, ami nem működik, és ezért nem tudja megnyitni az oldalt. Ja, azt kéne rájönni, hogy ezt mi okozza, mondom, szerintem egy bővítmény, ha azt a bővítményt letiltod, letörlöd, akkor onnantól kezdve elvileg ezeknek menniük kell. Jó, mert biztos, hogy máshol is mennek, mert aki ezt nekem küldi, az biztos, hogy megy hát nála, hogy az nem küldené hülyeséget. Azért mondom, és valószínűleg nem minden ugyanarra az oldalon mutatna. Nem is fejtettük a teveitatóról a dolgot, mert hát egyébként itt közben nem a tech számítógépedben van a hiba, megkeresem ezt a teveitató oldalt, itt van a link, ugye ez ilyen OW pont, ezek ilyen gyors linkek harnak, de rámegyek, és tényleg nekem sem történik semmi. Azért mondom, akkor hibások a linkek. Úgyhogy itt a hibások a linkek, nem a te számítógépedben van a hiba. Akkor az lesz itt a gond, igen. Megfejtettük. Ennyi szakemberek vagyunk. Lenne, akkor nem hát ezek meg... szerint igen, mert most itt a Marci is próbálja ugyanezeket az oldalon megnyitni, és nem megy. Tehát, hogy értem. Hibás, ennyi. De hogy miért küldenek ilyen linkeket, ezt nem is értem egyébként. Nem tudom. Nem egyébként tudom, ki tudja, mit csinálhat a háttérben egyébként ez a link, csak így szólok. Ugye? Tehát nem tudhatjuk, jó, hogy mi történik. Jó, hogy a kedves nézőért minden. Te meg csak úgy igen, a kedves nézőért mindent, egy jó szakember ezt megteszi. Ennyi. Marci, nézd a monitorodat? De van ilyen, semmi. Nem. Van ilyen, hogy hülyeségeket linkelnek, csak mondom, azért érdemes ezekre vigyázni, mert simán lehet, most a Marcinak gondolom, hogy azért van vírusírtó a gépén, de az micsoda? Az tessék mondani, az micsoda? Na, de hogy még az is lehet, hogy valami vírusos oldalra visz, tehát ezekre így vigyázni kell, hogy mire kattint rá az ember. Ugye ezt mindig mondjuk. Hogy figyeljünk oda. Nekem is a vírusírtó Note 32 fönn van, úgyhogy az okésan, nem jeles semmit.
Nem, mert ez ilyen, ennyi. Ha te vagy a dolgozatok, üzenjük, hogy valami nem stimmel. Mondjuk úgy, hogy szétvírusozták az oldalukat szerintem. De várjál, most azért... De az összes link oda mutat, ha megnézed. Az összes, igen, amit ők posztoltak, az oda mutat. Most megnézem tűzrókában is. Tehát, hogy hát, hogyha a róka a sunyin kikerüli. Jó, utána járunk még, jó? De egyébként valószínűleg akkor hibásak a linkek ez a... Firefoxban sem működik, rossz a link. Köszönjük szépen. Jó. Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy nem a géppel van gond, hanem a linkekkel. Igen. Akkor ne is tegyek fel Chrome-ot. Akkor nem, bár attól még föltelted a Chrome, az egy jó böngésző, úgyhogy én csak javasolni tudom. Jó, rendben van, rendben van. Köszi szépen! Szívesen! Hello, 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 szia! Minden jót! Köszönjük viszont szépen. Kívánjuk neked is. Szóval ez a vírus írt, hogy nem hallottam még róla, tessék mondani. Mi ez? Kicsit pislogtam, ennek láttán becsaptak, mert 5 másodperc alatt lejött, ezt írta Tamás. Micsoda? Az Internet Explorer 5-ös verziója? Ja, hogy azt, hogy letöltő oldalról akartad letölteni, és azt írtuk, hogy 4 óra múlva jön le, de 5 másodperc alatt lejön. Hát örülj neki, hogy gyorsan lejött. Aztán kapunk folyamatosan linkeket Windows 1.0-ról, kapunk linket akkor Minecraftról. A Minecraft az annyira nem egy régi történet. Minecraft? Az mi az? Hát az egy játék gyakorlatilag, ja. Egy ilyen nem is készségfejlesztő, igazából elég elgondolkodott. Tudjátok a Gamerzone című műsorunkat, hogyha néztétek, akkor abban azért volt erről szó egy jó ideig. Milyen baj, Krisztián? Igen, a videótárban fönn van, bocsánat, igen, jó, jól beszélsz. Nem akarsz műsorvezető lenni? Oké. Okay. Azért, aha, az persze. Meg 25 fokos vizet tiszol csak, meg mit tudom én. Tényleg, ígyunk. Na, mivel folytatjuk. Ti is hidratálj, én hidratálok. Hidratálj, akkor én megyek tovább. Jó, mindig, hogy fibrillálnál. Na, menjünk tovább. Jaj, a kedvenc hírem jön. Már a való világban is követi a felhasználókat a Google. De most miközben... Most a paranoiásoknak mondom. De jaj, már jaj, kisbetűvel a való világ, jó? Igen, 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 igen. Tehát nem a hagyj igyak már. Jó, már azt hittem, hogy mit tudom én. Na, tehát nem a valóságsóról beszélünk, hanem a való világról pont. Hogy? Tehát az élő, való, mostani létünkről. Jaj, értem. Követ bennünket a Google. Igen, akkor azért volt nekem olyan gyanús, hogy láttam egy Google-os autót. Folyamatosan utána jött fordál, és követ. Visszatolt, amikor meglátott. Azt mondja, Google egy olyan technológiával kísérletezik, ami lehetővé teszi számára, hogy az interneten kívül a való világban is kövesse a felhasználókat, és azt, hogy azok hová járkálnak vásárolni. Mindez a cég utóbbiak mobiltelefonját, illetve az azokon futó Google alkalmazásokat használja föl, amik a háttérben szépen elküldik neki ezeket az információkat. Tehát gondoljuk el, fúj, szar mobil, ne vigyük magunkkal, mert akkor követnek minket. Akkor ezt most teszem, elviszem haza. A lap szerint mindezt a Google az adatokat azért gyűjti be, igen, hogy így szerezzen a hirdetések hatékonyságára vonatkozóan információkat maga és persze a hirdetői számára. Például, ha valaki rákeres egy termékre a Google-ben, ami kidobja neki pár üzletnek a nevét erre, akkor, ha rövid időn belül ellátogat a szóban forgó üzletek valamelyikébe, joggal lehet feltételezni, hogy azért ment oda, hogy az adott terméket megvegye. Milyen logikusan gondolkodik ez a Google, ugye? Hát, ha gondolkodásról beszélünk, akkor már tényleg egy kicsit ijesztő, hogy gondolkodik a Google. Volt, a Google tehát ezt az információt felhasználja a hirdetések hatékonyságának mérésére, meg persze arra, hogy esetleg plusz jutalékot gomboljon le az üzletről, amelynek számára végül is vásárlót szerzett. Hát, oh. de akkor már szóval gombolhatja, mert gyakorlatilag amikor te neten keresel, az mind a Google-ból indul. Mindez persze csak úgy lehetséges, hogy a Google okostelefonon futó szoftverei folyamatosan figyelik, hogy a felhasználó pontosan merre is jár, milyen üzletekbe megy be, és a meglátogatott üzletekre vonatkozó információkat elküldi a cégnek. A követés nem csak androidos mobilla, de iPhone-nal, sőt értelemszerűen Windows-os készülékkel rendelkezőket is érinti, amennyiben azok
használnak egy vagy több Google alkalmazást, utóbbiak között a magától értetődő Google Maps mellett a Gmail, a Chrome és persze a Google kereső is ott van. A cég persze a szóban forró adatok gyűjtésére kvázi engedélyt kér az említett szoftverek felhasználói szerződésében, de valójában a legkevesebb felhasználóban tudatosul, hogy amikor a feltételeket elfogadja, illetve a helyzet meghatározást engedélyezi a készülékén, akkor egyben ilyen információk gyűjtését is engedélyezi a Google számára. Hát nem tudom, az annyi, ez fejlődik a történet. Eddig se adtunk át lényegében sokkal kevesebb információt magunkról, tehát... Igen, ez most megint csak egy ilyen, azért mondtam, hogy szeretem az ilyen jellegű híreket, hogy na, a felhasználók, az emberek paráztatása következik már megint, hogy követik őket. És most már mindenhova követik. Tehát, de most ez logikus, gyerekek, tehát a helyzet meghatározás, ugye? Ha be akarunk jelentkezni a Foursquare-re, vagy a Facebookra, és meg közölni akarjuk, hogy hol vagyunk, akkor alapból közölni akarjuk, hogy hol vagyunk, igen, nem? Most az, hogy magától is megteszi ezt a telefon, igazából csak nem a nagyvilággal közli, csak a Google-lel, én azt gondolom, hogy ezt eddig is tudtuk. Tessék kikapcsolni a helyzet meghatározást a telefonon. És akkor nagyjából, hát akkor is meg tudja csinálni, meg ki tudja, hogy azért meg kikapcsolod, tényleg nem küldi el. Na itt jön be egyébként, ez a szkeptikusoknak a története, hogy oké, hogy téged nem érdekel, mert nem engedélyezed, és én is engedélyezem, de aki alapból ezt kikapcsolja, hogy tényleg ki van a kapcsolva, mert nyilván nincs kikapcsolva tényleg, mert különben nem lenne az NSA botány, meg semmi ilyesmi, de hogy azok az adatok mennyire hasznosak, meg bármi, tehát... Nem tudom, ne, az én telefonomban nincs NSA, csak NFC. De lehet, hogy itt van aztán NSA is benn, mit tudom én. Halló, Obama úr? Tetszik hallani? És nem azért mondtuk el, mert egy Google-os autó áll, itt már egy fekete Google-os autó körül. Fekete Google-os autó, igen. Hogy jöttek begyűjteni az információkat, tudod, meg minket. Nem, mert a Google, nem pont azt kérdezem. Itt van Obama úr, tessék, de nézd minket. Igen. Oké. Hát Angela Merkel csak e-mailt írt, mert ő nem használ most mobiltelefont, ugye, az izé óta. Úgyhogy mindjárt beszéltem a miniszterelnökünk, és hogy ő nem használ mobilt, ugye, hogy ő is szóljon, hogy ő néz minket. Na, szóval viccet féltével, én szeretem a Google-nek a dolgot, és ő pont hasznosan használja fel az adatokat, tehát azt látom a történetből, hogy például a nem Billie Jean, Jilly Bean, vagy melyik Billie... Mely, it's not my love. De melyik az, melyik az Android? Most összekeverem. Karaoke party, de szóval az Androidban ugye már mostanság is van az, hogy oda mész egy buszmegállóba, és ha ez az alapján, meg a szokásod alapján kiteszi mondjuk azt a menetrendet, ami az ottani buszról van. Na most már a buszmegállóban alapból van ilyen kiírás, nem? Igen, az van, hogy majd egyszer működni itt fog. Itt vagy, éppen itt vagyunk, igen. Igen, majd egyszer működni fog, amire ez elromlik. Szóval ilyen tekintetben ez már működik. Na, akkor megyünk újra, a héten hír volt, hogy az új androidos, a 4.4-es KitKat verzióban már elvileg az ismeretlen számok esetén is megmondja az Android, hogy ki hívott bennünket. Mit szólsz ez az információhoz ma? Hát azt eddig is tudtuk, vagy eddig is úgy működött, hogy gyakorlatilag a hívószám az eddig is elküldésre került a telefonodra, csak egy olyan kódsorral, ami letiltotta, tehát nem jegyezte meg a telefon, de ott volt benne, hogy milyen hívószámról hívnak. Nem az ismeretlen számoknál fogja kiírni, hanem hogyha jön egy telefonszámmal egy hívás. Tehát azért gondolod, hogy ha kiírja ismeretlen szám, de azért megmondja, hogy kicsoda, nem ilyet fog, ez ugye személyiségi jogokba ütközne, de az, hogy kiírja egy telefonszám. Attól még ez így van, de akkor... Persze, azt értem, hogy technikailag ugye hát valahogy fel kell építeni ezt a hívást, tehát tuti benne van a hívásnak a fejlécében. De akkor nem mondja meg a rejtett számokat? Nem, a rejtett számokat nem mondja meg. Akkor veszek egy izét. Kiír egy telefonszámot, a telefonod, egy idegen számot. Tehát mit tudom én, és hatos. Akkor a telód elkezd keresni egy adatbázison belül, ugye a neten keresztül, hogy vajon kihez tartozhat ez a telefonszám. És ez megvan adva mondjuk a Google Plus-ba valakinek, mint persze csak a nyilvános, mint telefonszám, akkor hozzá fogja automatikusan társítani, és ki fogja írni neked a telefon, a hívót, illetve még a profilképét is kiteszi. Ez semmi, azt kéne meg, sőt, szerintem azt kéne megcsinálni, hogy kiírja, hogy mit akar, hogy felmegyen-e a telefon. Igen, hát, és akkor de gondolod, azt akkor előre ki kell találni. Tehát én fel akarlak hívni téged, akkor először megírom, hogy mit akarom. Nem, azt anélkül, nem, ezt anélkül találja ki. Találja ki? Tárcsázol, hogy adod a telefon, és a Google, mint olyan közel vagy a való világban hozzá, kiszedi az agyadból.
Jó, hát csak, jó, bocsánat, csak elő, figyelj, én csak innovatívan nem, gondolkodom, Marci, elnézést. Abszolút, abszolút, pont ezt akartam mondani, hogy egész jó gondolataid van. Ehhez, ehhez mindössze csak be kell egy csipet építeni az agyba, de hát a Google Glass után már igazán teljesen mindegy, hogy... Igen, csak akkor gondold el, és a végén borgok leszünk mindannyian. Marci hív, és bulizni akar menni. Hát ez nem, ehhez nem kell a Google. Hát akkor ehhez nem most kell nem megyek bulizni, és akkor sem esznek, vagy mi. De ez az információ, az nem kell a Google. Tehát. Jó, hát, jó, mondjuk te mindig bulizni akarsz menni. Ez az, nagyon nem árulok el több bulizatitkot a Marcival. Így van. Aki szeretne róla bővebb információkat tudni, a facebook.com/fixmarci címen megtudhatja, lehet, hogy Marci like, hol bulizni. Lehet, hogy nem ezt például. Nem tudom. Hát azt, azt azért nem. Csak nagyjából. Néha megtudhatják. Néha, amikor, na mindegy. Na úgyhogy ez az új Caller ID by Google, ennek így hívják ezt a Google szolgáltatást. Egyébként hasznos dolog az, hogy, hogy felvisszük a közösségi oldalra a telefonszámainkat. Én például, nekem például fönn van. Ez most beontott a tévébe. Be, mert úgyse látják. Hát hogy látnák? Ja, hát az ismerőseim ja, látják. Hát még jó, hogy nem. Úgy nem, de, hát, de az ember egyébként nem nézi meg, mert több ismerősem, aki van, mit tudom, hogy jóba vagyunk, de mondjuk nem hívtuk még egymást, és akkor rámér, hogy fú, be, ha fel akarlak hívni, milyen számod. És akkor, nem, és akkor nem akartam neki mondani, hogy rámész a Facebook profilom, és be van állítva, vagy az, aki nem a mindent nevezetű csoportban van, az mind a posztjaimet és mind a telefonszámomat is láthatja. És na mindegy, szóval nincsenek még erre rászokatva az emberek. Na majd amikor mindenkinek véletlenül, mert rosszul állította be mondjuk a Google-be és publikus, na majd akkor lesz itt egy nagy hepehupa, amikor... Én rendszeresen szoktam ebbe így belefutni egyébként, hogy régebbi ismerőseimnek keresem a telefonszámot, nem találom, majd rájövök, hogy igazából keresek már a Facebookon, bekeresem a Facebookon, és ott a telefonszámot, tehát gyakorlatilag benne van a telefonkönyvemben úgy ismerősöm, hogy igazából a telefonszáma az a Facebookon keresztül került a telefonomba bele, tehát nem, nem ő adta meg az új számát. És itt a kulcs az új számon van, tehát például, ha valakinek megváltozik a telefonszáma, akkor innentől kezdve csak elég átírni a Facebookon, vagy a Google-ben, és onnantól kezdve mindenkinek, aki mondjuk így módon használja a telefonkönyvet, vagy a névjegyzéket, tehát a Google-ön keresztül, vagy a Facebookon keresztül, akkor gyakorlatilag az új szám az már le is frissül. Tehát nem kell küldeni, mint régen, hogy megváltozott a számom, meg nem tudom, hanem jó, gyakorlatilag igen, csak átírod, de... és már át is íródik a telefonba de is. De ha azt megfigyeled, és akkor itt szeretnél, mindenki nézzel erősen magával a következő mondatok hallatán, mert csak félig erősen. Az, az enyhe, ugye? Az a szó, az a magyarul, igen. Na, szóval csomószor van az, amikor olyan ember, akit ismerek, és tudom, hogy mondjuk okostelefont használ, mondjuk ez az ember nagy részére elmutató, és elveszi a telefonját, és képes kiírni, hogy elveszett minden számom. És az igazság, hogy én, oké, hát... Bocsánat, de és ezt úgy nem tudom fölfogni, hogy okostelefonom van. Szerintem az, hogy felhő, meg hogy az ember mentse ezt föl, ezt már kb. Mindenhol elmondják. És így nem, tehát még mindig SIM-kártyán tárol a számokat, vagy csak a telefonon. Hát mind a... Ne, ismeretlen számról hívnak. Tehát. Na, akkor mondja meg a Google, tessék, tarts közel hozzá, akkor meg... Mondd meg, nem. Azt akartam. Nem, az illusztráció nem volt élethű. Ne, otthon ezt ne ismételjetek meg, mert veszélyes lehet az ti és közvetek egészségére. De most belemen... Jó, oké, akkor sziasztok, ennyi volt. A izé Vendi elkezdett passziát. Nem, meg akarok mutatni valamit. Ezt a képet, ne, hát ez 18-as, ne csinálj már, hát mesztelen. De nem, nézd meg, légy szíves, ja. Hogy vannak nálam, ugye meg lehet nézni, hogy honnan válogassa össze a telefonkönyvembe a számokat. Hol, mennyi szám van tárolva, honnan szedi össze a számokat nekem. Ezt most nézzük, nem tudom, hogy tudom így megmutatni, nem látszik. Ki kéne tenni a telefonom képét, nem, mi valahogy, mindegy, meg megoldjuk. Nézd ide, telefonban, hány telefonban? Annyira nem, van erre egy program, de majd most mindegy, nem ez a lényeg, neked mutatom igazából. Hány telefon számol a telefonkönyvemben? 3. Mi? Ja, az a SIM-kártya. Telefonodon 0. Na. 0. Nincs a telefonomban telefonszám. Viszont hány telefon... Ne hívjál már, hát olvasok! Hány telefonkönyv van? Hány telefonszám van mondjuk a Facebookon? 565, mennyi ismerősöd van? Te igazi celeb vagy. A Google-on? 490. 490, ennyi. Úgyhogy gyakorlatilag ott vannak tárolva a telefonszámok, ez ennyire egyszerű, úgyhogy ha elhagyom a telefonom, na bum, sajnálni fogom, mert szerettem ezt a telefont, de attól még az adataim megvannak. Igen. SMS-eim is. Sőt, ugye pont ma hívta fel a... is, videóim is. Pont ma hívta fel a figyelmet egy egész üzenetbe a Google-é, ahogy múltkor, hogy bemutattunk már ugye az adásba, hogy távolról gyakorlatilag meg tudod csörgetni a telefonodat, meg tudod a jelképét vagy kódját változtatni, illetve tudod törölni a tartalmát.
hogyha elveszted, és mondjuk olyan fontos üzleti adataid voltak rajta, stb. Ez távolod. Device manager, így van, távoli. Remote device manager egészen konkrétan. Igen, mondom, mutattuk, csak pont ma reggel egy kis figyelmeztetésbe lejött, hogy akarom aktiválni. Úgyhogy... De vicce, manager. Nem biztos. De nem itt van. Ja, mert a play-en van, play.google.com. Úgyhogy ezeket érdemes beállítgatni, mert most mindenki legyint rá, vagy van, aki legyint rá, de ezt gondoljatok be, hogy amikor elveszitek, akkor ez gond lehet, és nyilván a telefon is érték, sőt, ugye az az, amit, ugye, amire újra pénzt kell kiadni, de a telefonszámok, esetleg régebbi számok, ami azért még jól jött az ember életébe, azokat érdemes egyébként Google.com per Android per Device Manager. Így van. És mindjárt meg. Itt nem fogja megtalálni, mert nem azzal az account-tal vagyok most ezen a gépen jelentkezve, úgyhogy mert most a tévés account-tal vagyok, úgyhogy itt most nem fog találni eszközt. Van, jó, de itt a táblagép hozzá van téve. Ja. Jó. Na, úgyhogy, de megtalálja, tehát google.com per Android per device manager, próbálja ki, akinek van Androidos okostelefonja, és ott gyakorlatilag le is tilthatja a telefonját úgy, ahogy van távolról, de ki is csörgetheti akár. Tehát ha elvesztitek a telót, ugye ezt már mutattuk, de azért nem feltétlenül biztos, hogy rosszul, vagy rossz ötlet mutogatni többször is, tehát elvesztetek a telót, hol lehet, úristen, csörgesd meg. És lehet, hogy ott van a lakásban valahol, és meg tud csörgetni a telót, akár ugye izéről. Azt mutatja, hogy a Fix HD stúdiójában. Hol? Hol a Google is? Hol vagy? Ott van. Nem, az én telefonomban van beépítve. Igen. És azt figyeli a tiedet, Marci. És tudom, aha, és amikor kimegyünk, zárolás, törlés, akkor kimegyünk innen, akkor nekiállnak beszélgetni egymással. Tudod, ők is dumcsiznak egyet. Úgyhogy ez mindenképpen hasznos információ egyébként. Tehát google.com per Android per device manager. Tessék használni, hogyha ezt használhatok. Illetve hát nem is ezt főként, hanem a felhőbe mentés, hogy az ember a Google Contacts közé másolja be, mert akkor azt láthatja, ugye? Tehát ahogy azt már ismerős tudás anyja, jó édes anyja címszóval sokszor elmondtuk, most is. Na, visszapillantok a IVIV-re. Jó. IVIV-re? Facebookra. Marci, töröld már ki ezt az agyadból ezt az IVIV-es sztorit. Már nem divat. Sőt. De én újra divatba hozom. Igen? Valaki használja még? Egyébként. Nem zárt még be az oldal? Telefonáljon be, telefonáljon be az az egy ember, aki még fönn van rajta. Nemzeti közösségi oldal. Csináljon van olyan. Nem, jó. De van olyan egyébként, azt pont múltkor olvastam, hogy valami hosszú nőve van valami nemzeti elektronikus, nem tudom milyen hivatal. Igen, hogyha igen. Pénzért percre, hogyha megoldod, hogy milyen embert szeret, akivel felszedett benne kapcsolatot, mert rég ismerted, akkor ők előkeresik, ugye az állami adatbázisból nem kiadják neked, hanem megkeresik, hogy ő fel akarja venni veled a kapcsolatot. Képzeld, mennyire örülhet. Hogyha egyszer csak érkeznek a fekete ruhások, és ne haragudjon, őt keressük, milyen ügyben, tehát fú, azért ez para, de ja. Na, nem érdemben nem jött legalábbis a facebook.com per fixhd oldalon hozzászólás. Nem. De viszont... Hát de az amelyek erre az észkrékre rá fog kattanni, ha fut valahogy egyáltalán. Vége, ugye? Körülbelül ez lesz, de... Na, képzeljétek el, rejtélyes, intenzív adatáramlásra bukkantak az interneten. Uha. Ilyen érdekes dolgok. A Cisco biztonsági kutatócsoportja az elmúlt napokban egy rejtélyes, mindeddig megmagyarázhatatlan adatforgalomra lett figyelmes az interneten. A világ méretű hálózaton, ugyanis a hétvégén, ez az előző hétvégén volt, nagy mennyiségben kezdtek el áramlani az úgynevezett nullás portra irányuló TCP adatcsomagok. El kell magyaráznunk egy-két dolgot, úgy érzem. Amik azonban teljesen értelmetlenek egyébként, hiszen a szóban forgó port fenntartottnak minősül, amit semmilyen szolgáltatás nem használ, vagy használhat. Ugye, tehát amikor mi bármilyen hívást... Igen, hát sok mindent jelentett a nullás pont, ugye? Na mindegy, valóban ugye, amikor mi kommunikálunk az interneten, bármit csinálunk, lehívunk egy weboldalt, bejelentkezünk a Facebookra, Skype-olunk, telefonunk, bármi, amit ugye a neten keresztül csinálunk, ugye ez úgy néz ki, hogy van egy IP cím, ugye minden számítógép mögött van egy IP cím, és azon az adott IP címen keresztül bizonyos portok 0-tól 65.535-ig egész pontosan, ebben a tartományban valahol van egy port, amikor hozzá kapcsolódunk egy adott szerverhez.
ő meg egy másik porton elküldi nekünk az adatokat, vagy még az is lehet, hogy ugyanazon a porton ez szolgáltatása válogatja. Ezeknek a portoknak többféle változata van. Vannak a úgynevezett TCP, tehát a csomagkapcsolt, lekért, tehát ez a kérő protokoll gyakorlatilag, és van az úgynevezett UDP csomagok, amikben nincs hibaellenőrzés, és az ilyen push üzenet gyakorlatilag. És még van sokféle, de most nem mennék bele, ez a kettő a legelterjedtebb, a TCP és az UDP. Windows hálózatot, aki valamennyire ismer, azt tudja, még a tűzfalba is ezeket lehet tiltogatni. Ugyanígy a portokat, IP címeket, tehát ezeket lehet variálni. És ma az interneten a nullás portra TCP kérések érkeznek, ami elvileg nem lenne lehetséges, ez a lényeg ennek az egésznek. A szakértők úgy gondolják, hogy a rejtélyes adatforgalom mögött hackerek állhatnak, akik egyelőre csak felderítő, illetve adatgyűjtő munkát végeznek egy később végrehajtandó, véletlenül nagyszabású támadáshoz. A szóban forgó nullás portra küldött csomagokat a támadók ebben az esetben hálózati topológia, illetve annak működtetésében résztvevő eszközök is csak azokon működő operációs rendszerek felderítésére használhatják fel. Ugye, tehát amikor ezt portszkennelésnek hívják, tehát amikor két számítógép beszélget egymással, és megnézi, hogy mik azok a portok, amik nyitva vannak, akkor ugye maximum ott érkezik a nullás portra hívás, egyébként maga szolgáltatás nem használja ezt a portot. Egyelőre nem tudjuk, mi a célja ezeknek a csomagoknak. Ez lehet egy egyszerű, az internet feltérképezésére irányuló kutatóprojekt is, vagy egy bűnöző, aki valami nagyon rossz dologra készül, írják a Cisco kutató blogjában. Mások szerint elképzelhető, hogy, hogy a furcsa adatcsomagok egyáltalán nem szándékosan kerültek kiküldésre, hanem egy szoftveres vagy hardveres bug következményei lehetnek. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy a forgalom valamilyen elromlott, beágyazott eszközből, például egy SIP telefonról, vagy egy új kárterültől ered, ami hibás szkennelő rutinokat alkalmaz, véli H.D. Moore, a Rapid7 nevű biztonsági cég vezető kutatója. Nullás portra irányuló forgalmat egyébként a legtöbb hálózati tűzfal érvénytelennek tekint, és nem engedi tovább. Abból azonban, hogy a csomagokra milyen választ küld ki, ki lehet következtetni, hogy milyen operációs rendszert, illetve annak milyen verzióját futtatja az az adott eszköz, aminek a portjára ráküldték. Tehát igazából adatlopásra így módon lehet használni. Hát adatgyűjtésre mindenképpen adatgyűjtésre. Arról, hogy mit használ. Egyáltalán figyelj, az is adat, hogy visszaválaszol egyszerre. Igen. Ugye? Tehát, hogy létezik vagy nem létezik. Ha válaszol valamit ezekre a kérésekre, akkor logikus, hogy létezik. Tehát már ilyen információ is információ. Ki tudja? Mindenesetre érdekes valóban. De hát bárki csinált ilyet. Ugye, olyan, mint amikor rákerestek egy netes mobil számtudakozóban, vagy fölhívjátok, hogyha még valaki csinálja a tudakozót, és valamit valamire megkeresel, és nem azt mondja, hogy nincs ilyen, hanem nem található, vagy nincs ilyen. Igen. Tehát ugye, hogy minden információt, tehát semmilyen információt ne adjon vissza, csak hogy egy ilyen példát hozzak erre, hogy ugye itt viszont gyakorlatilag visszamegy az, ha nem is utált, és neked belőle károd nem lesz, de visszamegy az információ, ahogy mondta a szakértő is, vagy írta a szakértő is, hogy a topológiáját azért fel lehet térképezni a dolgoknak. Hát biztos van valami cél, meg gondolom, nem valaki otthon ráengedott a félvilágra a nullás port pingelését otthon a bármi lehet, tehát hallott, hogy a szakértők is azt mondja, hogy bármi, tehát lehet egy hibás eszköz is. Már mozog a laptop magától, megtámadták a nullás portot. Tehát, nem biztos, hogy vicces ez. Vagy az űrlények üzennek, tudod? Na, igen, így. Hát onnantól lehet, hogy hát figyelj, ki, mi az, ami mindenhol nulladik van? Típusú találkozás. Internet, meg nem? Nulla. Nulladik típusú találkozások. Ez harmadik típusú? Vagy hogy volt? Mindegy. Szerintem jó ötlet lenne. Én biztos ezt csinálnám, ha űrlény lennék, és üzenni. Hogy előfizetnél az internetre, lennél lejönni a földre, nem mennél egy pontba, vennél egy sticket, visszavennél, rendben a gépre, fölvett az ügyfélszolgáltat, beaktiváltad, és talán jönnöd a nullásportot, igen. Nem, hát de végül is ugye annyi wireless eszköz van, bármonnan rá lehet kapcsolódni az internetre. Hát most hát, az űrlényeknek előfizetés kelljen, van a holdon wifi, van a holdon wifi. Persze. Na, úgyhogy ránézek még egyszer azért a fixhealthy oldalára, hát hogyha valamilyen hát ha valami nem stimmel. Hát ha valami rossz, akkor rosszaságban töritek a fejeteket, de úgy látom, hogy nem. Én is úgy látom, hogy érdemben nincs több kérdés, a retroval kapcsolatban küldtek. Illetve várjál, mi ez? Chris mit küldött nekünk? Azt mondja, hogy mi ez a kép? Ja, ez a rég. Ez a rég. A retro közösségi megoldások, ja igen. És akkor itt megvan a magyarázata mindennek. Megmutatjuk? Megmutatjuk. Hogy lett full screen-eten így? Tűnj már ott onnan, a képernyőt. Ott a Pinterest, a YouTube, a LinkedIn. Igen.
eltűnt végre. Ebből mit használok? Instagramot, Foursquare-t, LinkedIn-t, YouTube-ot. Hát azért a YouTube-a ablak azért át... Skype a telefon, tudod. Tehát az a legjobb ebből a formában. Instagram, a keretezett kép, és tényleg, ha vele gondolom. De YouTube az ablak, hogy kim vannak szállnak a madarak. Ja, igen. Igen, a Pinterest, oké, okay, LinkedIn, Foursquare, ugye a Foursquare, mint bejelentkezés. Twitter akkor az ilyen sárga matricák. Igen. Tumblr, amikor képekből kivágunk ki a szeleteket, meg összeragazgatjuk. Ennyi. Itt van egy address, valószínűleg ez a Google címtár akarnál lenni a kontaktjaink. Na, úgyhogy jó, köszönjük szépen Krisztiánnak, mert remek képet. Nem neked. Tehát te küldted, nem te küldted, nem te vagy a Krisz 994. Ő másfajta képeket szokott küldözgetni, és máshova. Igen. Na jól van, hát akkor ennyi volt mára. Ennyi volt mára a Restart, annak is az extra kiadását láthattátok. Kövessetek minket a Facebookon, Vendit a www.facebook.com/vendifix oldalon. Követhetitek, rajonghattok érte. Így van, alig várom, hogy mindenki rajongjon. Marciért pedig szintén rajongani a marci.com/facebook. A facebook.com/fix marci címen. Összejött, jól van, nehéz még most lesz a kovártát. Ha pedig a tévét szeretnétek követni, akkor a facebook.com/fixhd, és folyamatosan kövessétek, nézegessétek, mert itt szoktuk veletek közölni a közérdekű információkat. Kövessetek minket, mint a Google autók. Így van. Restart, ennyi volt a héten, jövő héten hétfőtől ismételten én jövök. Aztán majd én is. Aztán Marci is csatlakozik, ha minden igaz, kedden is, meg pénteken is, ez majd kiderül. És ennyi. Köszönjük a figyelmet, jó hétvégét, jó hétvégét, sziasztok! Együttműködő partnerünk Acer.